Ez pedig a Stereo, itt az otthon hangjának a 93.4-en a mikrofon mögött balok Feri Velem szemben pedig már megérkezett. Itt van Páncél Károly, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, melynek mai beszélgetésünkben nagyon fontos szerepe lesz. Országgyűlési képviselő, szép jó napot, szép jó reggelt, kellemes tavaszi időt, így a Hóesésben. Jó reggelt kívánok, és köszöntöm nagy szeretettel a Dabas Rádió hallgatóit is, és talán annyi jó hírunk lehet mindenek előtt, hogy hétvégére visszatér a tavasz. Bízunk a benne, a és hogy a gyümölcsfák, így a pálinkánkat, nem kell annyira félteni, megúszták remélhetően a kertgazdáknak köszönhetően ezt a hideg időt. Ö, ami miatt most ö, egyrészt picit ö, késtél, ugye a Kossuth Rádióból érkeztél, majd beszélünk róla, a beszélgetésünk vége felé lesz téma, ez a Minority Safe Pack, esetleg aki ezzel kapcsolatban kérdezne, az a 29562-es 562-es számot már is tárcsázhatja. Ettől hangos most a sajtó, ugye az országgyűlés napirendre vette tegnap, sorra kerül ez is, de kezdjük szépen az elejéről. Járványhelyzet, oltakozás, az oltás felvétele, oltóanyagok, ugye most az astrazeneca hangos a sajtó, illetve beoltattad már magad? Hát ez ugye önkéntes ugye az oltás, természetesen én is a kezdet-kezdetén regisztráltam, és szerencsére az elmúlt hetekben a házi orvos, aki megkapja ugye a regisztrációs listákat, meg hozzá a az oltási anyagot, vagy hozzá azt a számot, amit küldhet oltópontra. Így ö, beleestem én is életkoromnál fogva az éppen 60 év feletti nem krónikus kategóriába, és ö, egy fővárosi oltóponton Sputnik oltást kaptam, ö örülök neki. A múlt hét nagypénteken a második oltást is si sikerült megkapni, de azért természetesen ugyanúgy vigyázok, és erre hívom fel mindenkiek a figyelmét, hogy Jelent ez egy védettséget, de azért jobb az óvatosság, és jobb, hogyha nem visszük mi magunk védettek a vírus. Tehát továbbra is a távolságtartás, a maszk használat azért az, szerintem jó ideig a mindennapi életünk része lesz. De hát annak nagyon örülünk, hogy ugye a Húsvéti gyakorlatilag négy napos ünnepben is Ja, vagy a háromnapos hosszú hétvégén is zajlott az oltás. Köszönet egyébként a házi orvosoknak és az egészségügyben dolgozóknak, kórházakban, oltópontokon ott lévőknek. Rengeteg adminisztratív feladat van egyébként ezzel. Maga az oltás az egy gyors, egyperces művelet, de hát toborozni ugye az oltakozni vágyókat, azokat regisztrálni, oltópontokra irányítani, behívni egyáltalán elérni őket. Ez azért egy nagy adminisztratív munka, de sikerült elérnünk az ünnepek alatt a 2,5 milliót, amit kitűzött az operatív törzs, hogy a 2,5 milliós oltásnál már egy, egy lassú, fokozatos enyhítés megkezdődhet, és ez a tegnapi naptól életbe is lépett, hiszen most már reggel 5 és este 10 óra között közlekedhetünk szabadon, tehát már csak az éjszakai órákra vonatkozik a kiárási korlátozás. Az üzletek, boltok nyitva tarthatnak este fél tízig, és ami nagyon fontos, hogy az élelmiszerboltokon, gyógyszertárakon kívül kinyithat minden bolt, tehát a, a könyvesbolt, a cipőbolt, a, a, a ruházati boltok egy négyzetméter korlátozással 10 négyzetméterenként lehet bent egy vevő, de legalább újra nyithatnak. Az ott dolgozóknak újra helyreállhat a munkarendjük, és nagyon fontos a fizetésük, és a szolgáltatások is kinyithattak: a fodrász, a kozmetikus, a, a manikűrös, a, a virágboltok. Tehát ez egyben nem csak szabadságot jelent, hanem a gazdaságnak az újraindítását is jelenti, és április 19-ére van egyelőre előirányozva. Az iskolák, óvodáknak az újraindítása rengeteg család várja, hiszen azért ez otthon komoly teher az online oktatás, vagy vagy egyáltalán otthon kelleni szabadságon kisebb gyerekekkel. De a mai tervek szerint április 19-én, tehát egy jó tíz nap múlva indulnak ezek az intézmények, és a héten befejeződik az oltást kérő regisztrált pedagógusoknak az oltása is. Nagyon szélsőséges dolgok látnak napvilágot. Ugye egyrészt a kormány arra hivatkozik, hogy a nemzeti konzultációban visszaküldöttek alapján cselekszik, és a enyhítéseket ennek megfelelően hozza, illetve ezt szem előtt tartva dönt. Az orvos szakma pedig még inkább szigorítana. Nem akarok nagyon messzire menni, hogy Ausztriában ugye ott is szintén az orvos szakmától hangos a sajtó, hogy ők is oltás, oltás, oltás és további szigorításokat, két hét karantént mindenkinek bezárást javasolnak. Nálunk egyelőre a mai friss halálozási adatokat nem látjuk, sajnos. Ugye a húsvét hétvége után megjöttek a sajnos meg, megint rekordokat döntögető számok, de de mit lehet egészen pontosan mondani az embereknek? Gondolok itt arra, hogy a gazdaságot el kellett indítani, nem szabadott tovább ezt ö, megtorpantani. Igen, hát itt ö, ö, egyszerre két dologra is kell figyelni. Természetesen továbbra is legfontosabb az embereknek az egészsége. Ö, én is látom ezeket az adatokat, nagyon magasak, ahogy, ahogy egy-két hónappal ezelőtt nagyon magas volt Csehországban, vagy az évelején Portugáliában, úgy most Európának ezen a részén Magyarország és Lengyelországban látok nagyon, nagyon, a lakosság arányához képest is nagyon magas számokat. Sajnos úgy tűnik, hogy ez a, ez a vírus és ezek a mutációk és a fiatalabb korosztályt is eléri. És egyre súlyosabb esetekkel lehet találkozni. Ugyanakkor pedig ott van maga a gazdaság, hogy hogy, hogy az embereknek szükségük van a, a munkájukra. És soha, soha nem tudsz jó döntést hozni. Tehát a, 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 én nagyon, nagyon tisztelem az operatív törzs munkáját is, és a, a kormányét is. Ha, ha, ha zárnak, akkor az a baj. Ha nyitnak, akkor most látjuk. Az a baj, és amit egyébként meg az ellenzék művel, ez, ez valóban egy halálkampány, amit folytatnak, gyakorlatilag úgy állnak hozzá, hogy legyen csak minél rosszabb az országnak, az ő nekik egyébként politikai szempontból az csak jó lehet, és bizony látjuk azt egyébként a politikában, hogy most már nem egy kormány bukott ebbe bele, vagy tehát jól kijönni a politikában ebből a helyzetből nem lehet, Gondolok itt például az izraeli választásokra, ahol a lakosság felét beoltották, Netanyahu úgy gondolta, hogy elérkezett az idő egyébként a nyitásra, eredményesek voltak, és egy előrehozott választásra, és most nem tud kormányt alakítani, mert annyira azért nem tudott nyerni, vagy a szlovák kormány belebukott például abba, hogy Sputnik vakcinát vásárol Oroszországból, amit egyébként már például a németek gyártani akarnak. Visszatérve kicsit az oltakozásra, ugye a Dabasi STK oltópontként működik, tehát nagyon messzire sem kell, akinek, aki felvenni az oltást mennie. Javasoljuk, hogy aki esetleg még vacilál, az mindenképp regisztráljon a megadott elérhetőségeken. Arról lehet egyébként tudni, hogy mennyien válogatnak, ugye nyilván most az asztal a körüli mizéria miatt, de mennyien mondják azt, hogy bizonyos oltóanyagot visszautasítanak, illetve ezekkel mi történik, illetve lehet-e arról információt tudni, hogy újonnan az a oltásra, jelentkezés kampányolva, hányan gondolják mégis úgy, hogy akkor jelentkeznek? Tehát ezekről friss adatok vannak? Igen, tehát az, az oltakozási kampányról annyit, hogy az évelején, mondjuk ez február volt, akkor 2,4 millió volt a regisztráltaknak a száma. Erre mondta azt a miniszterelnök, hogy körülbelül ennyien húsvétre, akik regisztráltak, be is lesznek oltva. Hál' Istennek egyébként azóta ez fölment 3.800.000-re, tehát most már szerintem közelíti a 4 milliót azoknak a száma, akik úgy gondolják, hogy valóban kívánnak oltakozni. Ez a szám is teljesíthető. Szerintem áprilisban el fogjuk érni a 3 milliót, hiszen itt van 250.000 Sputnik, bejött 240.000 Pfizer, amiből 100.000 megy második oltásra, még vagy 80 ezer megy a pedagógusok oltására, tehát most azért van jelentős mennyiségben oltóanyag, és várjuk, vásároljuk a, a többit is, keletről is, és nyugatról is, és szerintem májusban elérhető lesz az a, a, a május végére az a 4 milliós szám is, ami azért már nagyon nagy átoltottságot jelent, most, amit kell végezni az oltási kampányban, az a fiatalok megszólítása. Mert az idősek ezt komolyan vették, aztán amikor itt márciusban jöttek a, a rémisztő nem csak adatok, hanem az, hogy ismerősi körben, baráti körben, családban találkoztunk betegekkel, súlyos betegekkel. Láttuk a halálozási számokat, azért akkor sokan jelentkeztek oltásra, de azt gondolom, a fiatalok körében kell egy, egy kampányt indítani, a nyári nagy nyitás előtt, és reméljük, hogy tudjuk is őket tölteni. Az már egy külön kérdés lesz majd a jövőben, hogy és majd jövőre, hogy kell ezt ismételni, milyen ismétlő oltások. Azért ez embertömegeket jelent, és szóba hoztad a Dabasi szakrendelőt, mint oltópontot. Én is látom a Facebook bejegyzésekben is, hogy mindenki nagyon megvan velük elégedve. Jó a szervezés, tökéletesen működik, várni csak akkor kell, ha délután ötre rendeltek, reggel nyolcra megérkeznek, tehát azért itt több fegyelmet kellene kérnünk azoktól, akik egyébként környező településekről is ideérkeznek. Én például Budapesti oltóponton voltam, a Péterfi Sándor utcai kórházban, illetve annak egy szakrendelőjében, ott is zöggenőmentesen és gyorsan ment, úgyhogy le az egészségügyi dolgozók előtt. Ezt csak alátámasztani tudom, és én személyesen elmondtam nekik tegnap az oltóponton, úgyhogy én is felvettem az első Sputnik oltásomat. Amit még kérdezni szeretnék, az az, hogy beszéltünk róla, hogy a tinédzserek, a fiatalok ugye mind rossz <coughs> híreket kapunk, illetve a kezdeti, <coughs> a fiatalok védve vannak, nem lesz semmi baj. Ból azért most már kicsit árnyaltabban fogalmaz az egészségügy az orvos szakma mi van azokkal a betegekkel, akik gyaníthatóan átestek rajta a PCR-tesztet. Most gondolok akár a saját családomra, a gyerekeken nem csináltattunk PCR-tesztet, hiszen több, mint valószínű, nyilván az anyjuk, apjuk betegsége, karanténja miatt ők is otthon maradnak. Viszont jó lenne tudni, hogy átestek-e valóban rajta, illetve mikor ér oda az oltakozás, hogy ezt a tínédzser, mert nyilván azért itt is lesz egy korhatár, leoltják. Eleve most ugye a jelenlegi szabályok szerint gyerekek nem oldhatók. Ezt majd az egészségügynek kell eldönteni, a vírulógusoknak, a professzoroknak, hogy gyerekeknél, tehát 18 év, 16 év alatti korosztálynál kell leoltani, ott önkéntes legyene, vagy más sok-sok védőoltáshoz hasonlóan, ami például kötelező ma, Számtalan olyan védőoltás van gyerekkorban, amelyek kötelezőek. Ezt azért majd az egészségügyi szakmának kell eldönteni. Én, én a fiatal felnőttekre gondolok, tehát a 18-20 év fölöttiekre, akik eddig egyébként úgy gondolták, és a tavalyi példák azok is voltak, hogy ők vagy nem kapják el vagy ha igen, akkor nagyon enyhe tünetekkel átmegy rajtuk, viszont vírus hordozók, és ez a számtalan mutáns, ami itt létezik most körünkben, azért ez a fiatalokra is lecsapott, tehát őnek is mindenféleképpen ajánlanám a regisztrációt, és vélhetően azért még itt a nyár előtt rájuk is sort tud kerülni. Bugyisiaknak mindenképp jó hír, előrelépések történtek, ugyanis az elkerülő út építése kapcsán. Igen, hát ez egy... Régóta megoldatlan probléma. Ugye eleve ott a, a térségben Bugyi, Kiskulacháza, Délegyháza, Taksony és környéke, ugye rengeteg kavicskitermelő hely van, éppen emiatt pedig 30-40 tonnás sóderszállító teherautók járják a környéket. A gazdaság egyébként pörög, él, ugye útépítések vannak, nagy beruházások, tehát az építőanyagra szükség van. Viszont pont a Bugyi Község esetében, Hát ha jól számolom, négy vagy öt irányból érkeznek be országos közutak, és ezek mind a település központjában találkoznak valahol. Sok-sok évvel ezelőtt elkészült már ennek a Bugyi elkerülő útnak mondjuk úgy nagyjából a fele. Tehát a, a Kiskulac háza, Taksony az 51-es út felől érkező kamionoknak ott már létezik egy elkerülő útja, viszont innen az ötös térségéből... Ez nem készült el. És ö, ö, dicséret illeti egyébként a települést, hiszen ők a tavalyi esztendőben az engedélyes terveket ők maguk elkészítették. Majd közösen jártunk ben Mosóci László államtitkár úrnál, aki a közlekedés politikáért felel, és ott őnek és kollégáinak átadtuk Nagyandrás polgármester úrra ezeket az engedélyes terveket és született egy kormánydöntés a bugyi elkerülő útról, melynek értelmében egyébként az államtitkár felszólította, felkérte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőt, hogy a készkiviteli terveket készítsék el. Átadták a NIF-nek a bugyi által elkészített engedélyes terveket, és most abban a fázisban vagyunk, hogy a készkiviteli tervek készülnek. Vélhetően egyébként ez a a, a nyár, a kora őszi időszakra elkészül, azért fontos ez, mert akkor ez alapján, a tervek alapján meg lehet mondani, hogy ez hány milliárd forintba kerül ez az elkerülő. Ott még azért kisajátításokra van szükség, meg lesznek a pontos paraméterek, vélhetően az a technológia lesz, ami ott a környéken működött is, ez a nem aszfaltút, hanem ez a bazalt beton, amit ugye ezek a nehéz gépjárművek nem tudnak széttaposni, és akkor, ha megvalósul ez a következő darab, ami onnan a taksonyi bekötő úttól jönne a Rádai útig, ahol a Forstár vadászkastély van, onnan folytatódna tovább az Ócsa bugyi összekötőig, akkor egyébként a faluk a község központjából elterelhetőek lesznek ezek a nehézgép járművek, és nem ott a templom előtt, az iskolák előtt, a község központjában vágnak keresztül ezek a tehergépjárműek, hanem el tudják kerülni. Ez egy hatalmas hír, és azt gondolom, hogy egy nagy előrelépés. Jó esetben jövőre el is tud kezdődni maga a kivitelezés és a beruházás. Még egy kis türelmet kérünk és kitartást azoktól, akik ott élnek. Az országos sajtóban már portkavart, illetőleg lehozták a hírt, hogy a kormány és a Dunaharasztin működő üdítő ipari óriás stratégiai partnerséget kötött, illetve ezzel párhuzamosan a hír, hogy ez a Gyáregység bővítése megkezdődik a közeljövőben. Igen, hát az ottani amerikai is. hagyományokon alapuló óriás giga üdítő gyárcég, a Coca-Cola egyébként a, a magyar kormánynak az első számú stratégiai partnere, mert 2012-ben, mikor úgy döntött a kormány, hogy ilyen stratégiai partnerségeket köt, nagyvállalatokkal, és ez lehet Magyarországon lévő külföldi tulajdonú vagy, vagy magyar nagyvállalat, akkor az első volt. Első volt ez a, ez a, cég, most ezt megújították. A terv az, hogy az elmúlt években egyébként ott történt egy 30 milliárdos fejlesztés. Viccesen egyébként azt szoktuk mondani a, a termékre, hogy már ez is magyar terméknek számít, hiszen a helyi vízből készül, Magyarországon termelt kukoricából készült izó cukor az édesítő anyag benne. Ez egyébként ugyanaz a technológia, mint az Egyesült Államokban, és van az a 2% titok, ami a világ minden pontján belekerül, de az elmúlt évek 30 milliárdos fejlesztésében benne van az is, hogy sok száz tonna almát vásárolnak szabolcsi termelőktől, ebből készülnek más üdítőitalok, például kepi, van ásvány vízüzemük is, tehát egy, egy hatalmas cégé rengeteg alkalmazottan nőtte ki magát, és a következő évekre kötött partnerséget a magyar kormány, mégpedig arról hogy indul egy újabb 30 milliárdos fejlesztés az elkövetkezendő évekbe, és itt kelet-közép-európa legnagyobb üdítőipari cége lesz, ami 25 országba Szállít. Tehát a térségnek is jelentős, hatalmas bevételt hozott a Dunaharaszti önkormányzatnak is. Nem áll meg az élet, vírus ide, járvány oda, a dabasi nagyberuházásokról beruházásokról szó, hogy a bölcsöde és a Gyónigéz általános iskola is épül, szépül. Igen. Hát a bölcsöde beruházási boomunknak -boom a, a része a, a dabasi bölcsödének az építése. Nyárra el fog készülni. Nagyon ötletes és szép dolog volt, hogy itt Dabason egy ilyen kampány és szavazás is indult arról, hogy mi legyen a bölcsödének a neve, és ha jól emlékszem, akkor manódomb bölcsöde lesz. Érdekes lesz, hiszen a tetőszigetelésre ugye most rakják a termőföldet, és különleges fű és zöld kerül majd az épület tetejére, tehát egy igazi bio létesítmény, vagy egy természetközeli létesítmény fogott létrejönni. Egy csodálatos szép új intézménye lesz Dabasnak. Fontos azt is tudni, hogy jelenleg is van egyébként még egy pályázata Dabasnak egy, mini, egy, újabb, ez nem ilyen nagy, hanem egy mini és örvendetes, hogy végre a gyóni gyerekek mindannyian most már nem ilyen szükséggel helyezésben lesznek az össze, hanem mindannyian egy közösségben, a megújuló és, és, és bővített általános iskolába fognak tudni járni gyónon. Ott is jól halad az építkezés, idén nyárra júniusra ígérik már a kivitelezők, hogy elkészül, és utána jöhet a műszaki átadás, szeptemberben meg birtokba vehetik a gyerekek. Dabasról átugrunk Kakucsra, ott is nagyobb tervekkel vágnak neki az évnek. Ugye művelődési házat építenének, autópályán lehajtóról, folyik a diskurzus. Mi a helyzet most Kakucson? Kakucsra is igaz, és az összes többi településre, hogy mindenki készül, arra az uniós gazdasági ciklusra, ami most egyébként 2021-ben már elkezdődött, és a magyar kormány készíti azokat a pályázati lehetőségeket, csomagokat az önkormányzatok számára, amire majd pályázni, fejleszteni, beruházni lehet. És hál' Istennek ugye mi Pest megyeiek is most már részesei lehetünk ezeknek a fejlesztési pénzeknek, hiszen a közép-európai régiót többször tárgyaltuk ebben a műsorban is, szétszette a kormány külön Budapestre és külön Pest megyére, és ezekre, ezekre a pályázati lehetőségekre készül kakucs is, ott sok minden megvan már, igazából egy nagy közösségi tér, egy közösségi ház, egy művelődési központ, hiányzik, de ha már ilyen fejlesztésekről beszélünk akkor, és nem uniós pénz, de már készül rá a kormány határozat, dabasnak polgármester úrnak az elmúlt hetekben tudtam átadni a jó hírt, hogy kér, készül egy kormány előterjesztés egy új szennyvíztisztító telepnek a megvalósítására ez sok, sok milliárd forint kinőtte már a város a a jelenlegit, most már azért egyre többen panaszkodnak, ha olyan a szélirány bizonyos szakhatásokra is, vagy ha olyan a beömlő szennyvíznek, csapadékvíznek a mennyisége. A jelenlegi telepet kinőtte már a város, és távolabb a lakó területtől egy új, nagyobb kapacitású szennyvíztisztítónak az előkészítése van most folyamatban, Dabason is és Ócsán is. Sajnos nem tudunk elmenni amellett, hogy egy hatalmas és talán visszafordíthatatlan folyamatokat elindító környezetkárosítás történt nem is olyan régen a Ráckevei Dunaágon. Erről mit lehet tudni? Nyilván folyik a nyomozás ismeretlen elkövetők ellen. Helyre lehet állítani ezt a dolgot, illetőleg, ha jól tudom, akkor kormányzati forrásokat is rendelkezésre bocsátottak a kármentesítésre. Kezdem a jó hírrel, hogy hál' Istennek a vízügyi szakemberek időben észlelték és meg is fogták ezt az olajszennyezést, ami egy ö, árok és csatorna rendszeren került a Kisdunába, és itt ne arra gondoljunk, hogy valaki egy-két liter fáradt, fáradt olajat kidobott egy esővíz elvezetőbe, itt, ö, itt ö, sok, sok köbméternyi olajat engedett valaki bele, és ez szét tud terülni. Viszont a partmenti nádas hál' Istennek megfogta, és időben észelték, és a közép vízügynek a szakemberei katasztrófa védők a késő összel is egész, egész télen ott dolgoztak, megfogták ezt a szennyezést, most már a rehabilitáció folyik, tehát nem okozott jóvá tehetetlen károkat, viszont hatalmas pénz, rengeteg munka van benne, hogy, hogy ez, a, ez a természeti katasztrófa tulajdonképpen meg lett állítva, most már a rehabilitáció zajlik, most még nagy munkaképek ott dolgoznak, szedik fel a szennyezett iszapot is, majd utána új termő anyagot tesznek le a közvetlen apartmenti sába, és visszaültetik azokat az ott lévő tájra jellemző vízinövényeket, nádasokat, tehát Próbálják tényleg rehabilitálni és növényekkel is újra beültetni ezt a területet. Ott most azért ezek a nagy munkagépek is okoztak azért társebeket, de um, itt most gyakorlatilag áprilisban ezzel a munkával végezni fognak, és akkor jön majd a nyár, és ezek életre kapnak ezek a növények, tehát sikerült ezt megoldani, végig terülhetett volna az egész Kisdunán ez az olaj, és beláthatatlan károkat okozhatott volna. A folytatásban szünet nélkül mennék tovább, mert szerintem bőségesen szeretnék időt hagyni a következő témára. Ugye a szerdai nap folyamán már megkezdte a munkáját az országgyűlésben, a többi, többek között a Nemzeti Összetartozás Bizottság is, és a Minority Safe Packről kellene mindenképpen beszélni. Nagyon kevesen tudják, hogy miről van szó. Szerintem, hogyha kibontjuk, akkor nyilván nincs olyan magyar ember, aki ne hallott volna róla. Erre kérném most, hogy a kedves hallgatóinkat akkor kicsit hozzuk képbe. Igen, a Minority Safe Pack nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés, egy kisebbségvédelmi csomagnak lehetne fordítani az angolból. Ez az Európai Unióban ö, létezik egy európai polgári kezdeményezés, amit arra hoztak létre, hogyha megvan egy millió aláírás valamilyen ügy mellett Európában legalább hét országból eléri a kellő számot, akkor bizony az Európai Uniónak azzal az ügyel foglalkoznia kell. Ezt úgy vezették be még a Lisszaboni szerződésben, hogy milyen remek dolog ez, az európai polgárok beleavatkozhatnak az európai jogalkotásba egy alulról jövő kezdeményezéssel, és talán emlékeznek rá, hogy 2017-ben és 2018-ban gyűjtöttük az aláírásokat. Igen, hatalmas kampány, hogy ez a Hatalmas kampány volt, hogy az európai őshonos nemzetiségi kisebbségekre szülessen külön jogszabály az Európai Unióban, ami védi az ő nyelvüket, kultúrájukat, hagyományaikat, hogy ott egyébként a szülőföldjükön meg tudjanak élni, jól érezzék magukat, és elmondtuk azt is, ez békét, prosperitást hoz, ez jó, jó a többségnek is. Az aláírások összegyűltek, ebben persze rengeteg magyar aláírás volt, csak az anyaországból legalább 500 ezer, felvidékről, Erdélyből, a Délvidékről, Horvátországból, Szlovéniából is, ugye uniós államokról kell itt beszélnünk, és sok nyugati állam, és összegyűjt a megfelelő aráírás. És egyébként mindenki, messze a magyarok voltak a legaktívabbak ebben a kérdésben? Messze a magyarok voltak a legaktívabbak. Itt ugye a minimum szám az ö, ö, a. a, a az adott országból lévő uniós képviselők számát kell megszorozni 750-nel, ez mondjuk Magyarország esetében csak 14.800 aláírás, de hogy az 1 millió meglegyen, ezért Magyarország mindig produkál legalább 5-600 ezer aláírást, és utána keressük persze a déltiróliakat, a baszkokat, a katalánokat, a Németországban élő dánokat, szorbokat, a hollandiai frízeket, és akkor így több országból összetud -e ez jönni. Örültünk. Érvényes, eredményes lett, és tavaly végén elkezdte tárgyalni ezt az Európai Parlament, és az Európai Parlament három negyedes többséggel úgy szavazott, hogy igen, jogalkotásra szólítja fel az Európai Bizottságot. És idén januárban tárgyalt az Európai Bizottság, akik viszont döntés nélkül lesöpörték az asztalról. Ebben a helyzetben mi van? Ez egy helyzet, ugye a az Európai Parlament javasolja, háromnegyedes többséggel, ha jól emlékszem, és akkor a, a Európai Bizottság meg mégsem hajlandó vele. Az Európai Bizottság nem csak, hogy padhelyzet van, hanem egész egyszerűen semmi bevette európai polgároknak a kérését, és itt nem ö, két és fél millió határon túli magyarról van szó, nem az 1 millió 100 ezer aláíróról, hanem. 50 millió európai polgárról van szó, mert hogy Európa lakosságából 50 millió ember őshonos nemzeti kisebbség. Na ezeknek az ügyét söpörte félre cinikus módon az Európai Bizottság. Azért mondom, hogy cinikus módon, mert közben fölmagasztalták az ügyet. Többek között Vera Jurova, az elhíresült... Egyik biztos arról beszél, hogy milyen csodálatos dolog ez az európai polgári kezdeményezés. Milyen szép dolog, hogy ilyen alulról jövő kezdeményezések vannak, és meg kell hallgatnunk az európai polgárokat. És közben pedig döntés nélkül esöpörték, miközben azt is tudjuk, hogy más kisebbségi ügyekben, gondolk itt az illegális migrációval érkező kisebbségekre, ott látványos jogalkotásra képesek sőt, ha valaki azt nem akarja teljesíteni, akkor szankciókkal fenyegetőznek, vagy amikor szexuális kisebbségek mellett állnak ki, akkor is gyors jogalkotásra képesek, de őshonos nemzetiségi ügyekben pedig nem. Nagyon fontos tudni azt, hogy ez nem magyar ügy. Mi magyar ügynek tartjuk, és azok is, akik gyűjtötték az aláírás, dolgoztak vele külön köszönet nekik, de ez 50 millió embert érint. És most ott tartunk, ha már pad helyzet, hogy a kezdeményezők bírósági keresetet nyújtottak be márciusban Luxemburgi Bíróságon, hogy az Európai Bizottság döntését vegyék semmisnek, és mondja ki a bíróság, hogy igen, őket jogalkotásra szólították fel, és nem végezték el a munkájukat. Ugyanakkor a jogi út mellett kialakult egy, egy szolidaritási mozgalom. És most nehogy azt gondoljuk, hogy csak mi magyarok beszélünk erről. Egyrészt beszélnek róla például a székelyföldi magyarok, ahol három megye, Maros, Kovászna, Hargita vezetői szólították fel a, 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 a további együttműködésre a, a, a magyar közösségeket, és egyébként Európát is, de Valencia tartomány ülésezett ebben az ügyben, Foglalkoznak ezzel a Holland alsóházban, ahol támogatták egyébként ezt a kezdeményezést. Foglalkoznak vele a frízek a saját tartományukban. Álland szigeteknek a kormánya, ezek ugye svéd, svéd lakosság, és Olaszországban Veneto, Friuli-Venezia tartomány, természetesen a déltiroliak, Dán külügyminiszter külön hívta és kereste a német kollégáját, a német külügyminisztert, hogy na közös fellépés sürgessenek, mert tavaly decemberben a Bundestag is ott egyhangú döntéssel támogatták a Minority Safe az ügyét. Tehát ez egy európai ügy, nem csak magyar ügy. Nem számítunk gyors döntésre, szóval azért azt látnunk kell, hogy nemzetpolitikai ügyekben gyors és látványos sikerek sajnos nincsenek de nekünk az a dolgunk a Magyarországgyűlésnek is, hogy az ügy mellett ott legyünk a továbbiakban is, napi szinten tartsuk, a politika beszéljen erről, és amit el kell mondjak, hogy ugye az általán vezetett bizottság volt a beterjesztője most a határozati javaslatnak, tegnap megkezdődött a vitája az országgyűlésben, a jelenlévő pártok és frakciók minden hozzászólója támogatta és kiállt az ügy mellett, és euh, néha elég durva minősítéseket is kapott az Európai Bizottság. Nagyon szépen köszönöm, hát bízunk benne, hogy akkor sikerül napirenden tartani, és valami elmozdulás lesz előre a padhelyzetről. Páncél Károly Országgyűlési Képviselő volt a vendégünk, tovább.